Ezeket a kerékpárokat a recikli műhelyben újították fel Bakta Loránd házán. A Revit Alapítvány mozgássérült munkatársai rossz állapotú, de még használható kétkerekűeket hoznak rendbe. Biztonságossá teszik őket, és igény szerint ellátják őket emblémával is. Látható a két kerékpáron, hogy igyekeztünk minden régi alkatrészt, ami újra használható, beépíteni. És szeretnénk, hogyha minél több ilyen alkatrész lenne. Természetesen ezek a kerékpárok KRESZ szabályoknak megfelelő biztonságos közlekedésre alkalmas kerékpárok. A szombathelyi egyházmegyei Caritasba egy női és egy férfi biciklit hoztak, akik az ajándékért cserébe segítenek további járműveket gyűjteni. Varjú Tamás elnök úrnak a kérésére, ugye meghirdettük múlt héten a kerékpár gyűjtéseket, és akkor 8 biciklink volt már, amit a Caritas gyűjtött különböző plébániai csoportoktól, és most a héten még plusz 5 kerékpár érkezett. A felújított kerékpárokkal hátrányos helyzetű családoknak segítenek majd, és az ölbői Kneipp kertbe is beszereznének ilyen kétkerekűeket.